Vajdaság 10 településéről 25 középiskola több mint 600 tanulója érkezett szervezetten a kísérő tanáraikkal Zentára. Nem véletlenül, hiszen idén is volt Edu Expo. A Magyar Nemzeti Tanács és a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar karrierépítő központja immár 8. alkalommal szervezte meg a felsőoktatási intézmények seregszemléjét. A cél az volt, hogy többet megtudjanak azokról a felsőoktatási intézményekről, amelyekben teljesen vagy részben magyar nyelvű oktatás folyik. A szemle azért is jó, mert útmutatás lehet a tanulóknak, hogy hol is tanuljanak, illetve hol is tanulhatnak tovább. De az egyetemek és a főiskolák számára is jó lehetőség, hiszen népszerűsíthetik intézményüket. Szerintem ez szuper lehetőség arra, hogy egy kicsit, kapcsolatot építsünk. Természetesen, akik pályaválasztás előtt állnak, rengeteg lehetőség áll előttük, hogy kicsikét szétnézzenek, kicsit beszélgessenek. Nagyon fontos az, hogy ne a sötétben tapogatózzanak, hogyha odaérnek, hogy na, akkor tovább kellene tanulni, mégis mi a teendő, hová menjünk. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy aki csak teheti, az legyen, az vegyen itt részt, mint szervező, mint esetleg, mint hallgató, mint jövendőbeli egyetemista. Úgyhogy ez egy szuper szórakozás, még nagyon jó lehetőség. Az Újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék évek óta képviselteti magát a rendezvényen, ugyanis remek lehetőségnek tartják a fiatalokkal való kapcsolattartás szempontjából. Az Edu Expo egy kiváló alkalom arra, hogy olyan középiskolásoknak is bemutassuk azt, hogy mi mindent csinálunk, akik egyébként nem jönnének a tanszékre, úgyhogy érdekli őket konkrétan, de lehet, hogy itt kedvet kapnak arra, hogy ezt az utat válasszák, mert mindig megpróbáljuk bemutatni azt, hogy mi is lehet egy olyan diákból vagy hallgatóból, aki a Magyar Nyelv és Irodalom tanszékre iratkozik, mert sokan csak azt gondolják, hogy tanár, pedig ez nagyon nem így van, hanem nagyon-nagyon sok lehetőség van, és jelenleg a mesterséges intelligencia fenyegetésében azt gondolom, hogy még inkább fontos azt hangsúlyozni, hogy a klasszikus bölcsészkészségek, amiket nálunk ugye meg lehet tanulni, azok igenis fontosak, és megmaradnak a későbbiekben is, és bizonyos feladatokban én azt mondom, hogy inkább segítségünkre lehet a mesterséges intelligencia, de nem tudja átvenni a feladatainkat, tehát szükség van arra, hogy jól kommunikáljunk, elintézzünk olyan dolgokat, amelyeket a mesterséges intelligencia azért nem tud, és bölcsészként meg lehet tenni sok mindent. Ugye alapvetően az olvasásnak a szeretete, a könyveknek a szeretete, de a fordítás, az újságírás, a lektorálás, tehát a könyv szakmán, a kulturális szakmán belül praktikusan mindenütt helyt állnak a hallgatóink. Ezt mutatják a visszajelzések is, illetve a versenyszférában is nagyon szeretik őket, mert rendelkeznek azokkal a fontos kommunikációs készségekkel, az emberekkel való bánásmódot megtanulják, empátiát is tanulnak, ugye nem feltétlen az órákon, de azzal, hogy irodalommal, nyelvészettel foglalkoznak, ebből azt gondolom, hogy ez is fakad, ezért jól tudnak teljesíteni, akár egy multinacionális cég kötelékében is. Úgyhogy ezeket a dolgokat is szeretnénk nekik bemutatni, hogy nem csak a tanári pálya áll előttük, hanem nagyon-nagyon sok lehetőség. Van egy beszélgetés sorozatunk, amelybe beszoktuk hívni, vagy visszaszoktuk hívni a volt hallgatóinkat, és tényleg a legkülönbözőbb munkákat végzik, és azt gondolom, hogy ezt is jó megmutatni nekik, hogy mi minden lehet belőlük. A nézelődő diákokkal beszélgetve kiderült, a döntés ma sem egyszerű. A fiatalok több szempontot is figyelembe vesznek és mérlegelnek, még mielőtt letennék voksukat egy főiskola vagy egyetem mellett. Meg lehet, hogy itthon tanulok, eleve inkább Magyarország felé gondolkodtam, de viszont ezek alapján szerintem itthon is megpróbálnám. És mi lesz az, ami esetleg átbillent az itthon tanulás oldalára? Mik azok azok a fontos szempontok, amelyek számodra fontosak? Hát, hogy jól legyen maga az oktatás, az intézménynek a helye. Tehát most tudom, én például Újvidéken úgy ellennék szívesen. Meg őszintén nagy részt így az utazás véget megoldani, hogy tudjak otthon is lenni, de viszont Újvidéken is esetleg, ha oda kerülök. A kiállítók között a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola is ott volt.
Az intézménynek mintegy 700 aktív hallgatója van, köztük Pozder Máté is, aki tavaly és idén is vállalta, hogy a hova tovább kérdésre megpróbál jó választ adni a középiskolásoknak. Milyen kérdésekkel szoktak érkezni? Leginkább a beiratkozás, illetve hát nyilván a tanulási igény, hogy mennyire nehéz befejezni az iskolát. Azt szoktuk mondani, csak aznak nehéz, aki nem tanul. Tehát aki gyakorol és odafigyel az órákon, annak egyáltalán nem nehéz, de szerintem bármelyik másik iskoláról ugyanígy elmondható. Állandó kiállítónak számít ma már a Zentai Mate is, azaz a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai kihelyezett tagozata. A Mate nem csak Zenta, hanem a térség legfontosabb mezőgazdasági oktatási intézménye. A tagozaton végzett képzés teljes mértékben egyezik a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Gödöllői és Budai kampuszában folytatott képzéssel. Tehát mezőgazdasági képzésről van szó. Nálunk két szakirányra iratkozhattak a hallgatók. Mezőgazdasági mérnök, ez egy általános mezőgazdasági szakirány, és kertészmérnöki alapképzés. Ugyanakkor a mesterképzés is két szakirányon folyik, a kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnök képzés. Elsősorban az agráriumot kedvelők, illetve a mezőgazdasági termelést preferálók, illetve jövőképüket itt elképzelő fiatalok és gyakorló gazdák iratkoznak be hozzánk. Tehát mivel levelező képzésről van szó, hétvégi oktatással, ezt munka mellett is lehet végezni. Ennek az oktatásunknak tulajdonképpen ez az egyik nagy előnye, hogy fiatalok is, akik ugye még nem szereztek semmilyen szakképesítést a felsőfokú képzést illetően, illetve olyan hallgatóink is vannak, akiknek már valamilyen diplomájuk van, de váltani szeretnének, és a jövőjüket az agráriumban szeretnék elképzelni, és meg szeretnék tanulni a szakmát. Idén minden eddiginél több, összesen 19 kiállító várta a fiatalokat. Az állandó résztvevők mellett ez alkalommal sok új intézmény is lehetőséget kapott a bemutatkozásra, köztük a Matthias Corvinus Kollégium vajdasági központja is. Az MCC Kárpát-medence szerte nyújt a hagyományos iskolarendszeren túlmutató, ingyenes, társadalmilag hasznos, közösségi célokat szolgáló képzéseket. Fontos volt tehát számukra, hogy mindezt itt is bemutassák. Szeptember elején kezdtük meg a kampányunkat, az általános és középiskolás programokat hirdettük az általános és középiskolásoknak, és ez a mai Edu Expo egyfajta zárása ennek az egy hónapos megfeszített iskolabejárásnak, a sok-sok megkeresésnek, amit a kollégák elvégeztek az elmúlt időszakban, és a mai napon még azokat a középiskolásokat, azokat a negyedikeseket próbáljuk megszólítani, akik eljönnek az Edu Expo-ra, és van még egy évük, hogy az MCC középiskolás program bekapcsolódjanak, és ez alatt az egy év alatt olyan tapasztalatra, olyan tehetséggondozó programba lássanak bele, ami esetleg még a pályaválasztásukat is segítheti, vagy befolyásolja, illetve nem elléges az sem, hogy az angol és a szerb nyelv oktatás az MCC képzéseinek a szerves része, tehát egy jó fölkészítő is lehet az idegen, illetve a környezeti nyelvből. Az Edu Expo oktatási kiállításnak köszönhetően a szülőföldön való továbbtanulást is versenyképes lehetőségnek láthatják a fiatalok, mutatott rá a rendezvényen dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke. Minden, amit teszünk, annak érdekében tesszük, hogy a fiatalok itthon találják meg a számításukat. Ezért fontos, hogy a Magyar Nemzeti Tanács és a Magyar Nyelvi Tanítóképző Karim már 8. alkalommal szervezi meg az Edu Expo-t. 20 kiállító van. A fiatalok, a végzősök látják, hogy milyen kínálattal rendelkezünk, melyek azok a karok, amelyek magyar nyelven vagy magyar nyelven is oktatnak. A VMS elnöke egyetemi tanárként kiemelte továbbá, hogy minden hivatásra és szakmára szükség van, jogászokra pedig még inkább, hiszen az elmúlt 30 évben kikoptak a magyar jogászok a közigazgatásból, az igazságszolgáltatásból. Tehát aki a jogász szakmát választja, biztos nem lesz munkanélküli, szögezte le a politikus. Azt kell tudni erről az egyetemről, hogy akkreditált, tehát nemzetközileg elismert, és ugyanúgy az államban is, és külföldön is elismerik a diplomát. Nagyon, hát azért érdemes ide jönni, mivel nagyon jó ösztöndíjak várják a fiatalokat, és a szárnyelvben segítenek nekünk a professzorok, akik magyar ajkúak,
és külön a Magyar Nemzeti Tanács szokott rendezni ilyen ingyenes szerb nyelvi képzéseket is, amik sokban segítettek nekem is például a továbbtanulásban, és a választásban ide jöjjek. És hát most nekem nagyon új ez az egész, mivel először vagyok itt képviselni az egyetememet. Már voltam, mint középiskolás egy ilyen rendezvényen, ahol hát sok egyetemet tudtam megnézni, úgymond megtekinteni, és hát azért döntöttem ez mellett, mivel a családomban is anyukám például ügyész, és ez motivált arra, hogy én is itt tanuljak tovább, és megmondom őszintén, hogy nem csalódtam, és nem bántam meg, hogy idejöttem, mivel egyre érdekesebbek a tantárgyak, hogy az évekkel haladunk feljebb, és úgy gondolom, hogy akinek a szerb nyelv lenne a probléma, az nem kell, hogy aggódjon, mivel első osztályban mindenki belerázódik általában ebbe az egészbe. Az Edu Expo nagy utat járt be, kezdetektől mostanáig. Az első években még a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképzőkar szervezte és adott neki otthont, később került át a helyszín szentára. Valójában az MTTK indította el ezt a kiállítást, a felsőoktatási kiállítást. Annak idején ugye most 8-szor rendezzük az MNT-vel közösen. Tehát Szabadkán akkor még a mi karunkon kezdtük ezt a rendezvényt, azóta persze kinőtte magát, és nagyon szépen köszönjük az MNT-nek, hogy most főszervezésben tulajdonképpen ők támogatják ezt, és közösen szervezzük. Valójában itt az volt a célunk, ugye, hogy bemutassuk a vajdasági felsőoktatási intézményeknek a kínálatát a vajdasági magyar fiataloknak, hogy az itthon maradás céljából, tehát hogy megtalálják a helyüket itthon is a felsőoktatásban, olyan programokban, szakokban, ami az ő érdeklődési körüknek is természetesen megfelel. És hát nem utolsó sorban az intézmények fennmaradása is sokban függ ettől a ténytől is. Az MTTK valójában várja a fiatalokat, a középiskolás, végzett középiskolásokat. Tulajdonképpen kiváló oktatóink vannak, kiváló programjaink vannak, olyan szakok, három szakkal várjuk őket, a tanító, óvodapedagógus és a kommunikátori szakkal. És nem utolsó sorban az épületünk és az épület felszereltsége most olyan szinten van, ami ténylegesen egy kiváló oktatásnak megfelelő körülményeket biztosít. A főiskolák és egyetemek mellett pedig ifjúsági szervezetek, kollégiumok, pályaorientációs központok is bemutatkoztak, illetve ismertette ösztöndíj programját az MNT is. Örülök annak, hogy az iskolai velején meg tudjuk szervezni ezt az Edu Expót, ahogy a Suli Expót is, hiszen figyelmet szeretnénk arra irányítani, illetve felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy mennyire fontos a továbbtanulás, prezentálni azt, hogy itthon milyen lehetőségek vannak, bemutatni azt, hogy magyar nyelven itthon milyen szakokon és mely egyetemeken lehetne továbbtanulni, vagy főiskolákon. Azt gondolom, hogy mindamellett, hogy minden egyes főiskola és egyetem megtartja a saját promócióját, mindamellett, hogy osztályfőnöki órán is biztosan, hogy téma ez a gyermekek és az osztályfőnökök között, a családokban is minden nap téma ez, azért fontos az, hogy a Magyar Nemzeti Tanács is odafigyeljen erre, és hogy felhívja mindenkinek a figyelmét arra, hogy döntést kell hozni. És mi ezt szeretnénk prezentálni. Persze, a Magyar Nemzeti Tanácsnak egy rendkívül jól működő felsőoktatási programja is van. Ezt is szeretnénk bemutatni mindenki számára, hogy a szülők, a fiatalok is tudják azt, hogy mire számíthatnak, hogyha itthon tanulnak tovább. Szerb nyelvi képzésünk van, felkészítők, egyetemi felkészítő képzésünk van, felvételi felkészítő képzésünk van folyamatosan. Tehát mindent megpróbálunk megtenni annak érdekében, hogy rábírjuk a fiatalokat, hogy tanuljanak tovább egyrésztről, másrésztről pedig, hogy itthon tanuljanak tovább. A szervezők idén első alkalommal a szórakozásra is nagy hangsúlyt fektettek. A fiatalok társas játékokban próbálhatták ki magukat, DJ gondoskodott a jó hangulatról, illetve értékes nyeremények találtak gazdára a középiskolák és a tanulók között is. A tombola főnyereményét egy kerékpárt, Gajdos Krisztián, a szabadkai Iván Szárics műszaki középiskola tanulója vihette haza. A fiúk viccelődtek veled, hogy most a helyedben kerékpárral indulnának haza Szabadkára. Hát hogy jut ez majd haza? Hát majd feltesszük a buszra valahogy.
Az Edu Expo után másnap a Suli Expo várta az általános iskolásokat a zentai sportcsarnokban. A rendezvény azon középiskolai intézmények bemutatásáról szólt, ahol magyar tannyelvi oktatás is folyik. Az idei szemlén több mint 1200 tanuló és kísérő tanár, valamint 30 kiállító vett részt. Azért tartom jónak, mert ami a középiskolába szeretnék menni, arról több mindent megtudhatok, vagy netán, ha valami más is megtetszene, az iránt is bírok érdeklődni, és én a közgazdasági középiskolára szeretnék menni. Amellett, hogy a diákok a kiállítás segítségével feltérképezhetik a vajdasági középiskolai kínálatot, közelebbről is megismerkedhetnek az itt megjelent intézmények programjával is. Az iskolánk második alkalommal vesz részt ezen az expo kiállításon. Népszerűsíteni népszerűsíti, de mink különben is egy népszerű szak vagyunk, és szeretnek a diákok iratkozni hozzánk, és teljes létszámmal iratkoznak be hozzánk. Meg ugyanúgy magyar nyelven egészségügyi nővér technikus szakot fogunk nyitni, és gyógyszerész technikusi szakot. Az oktatási intézmények mellett a diákotthonok által kínált feltételekről is informálódhattak az érdeklődők. Ez az esemény valójában egy iránytűt ad a kezükbe, hiszen 30 standot tudnak bejárni, köztük oktatási intézményeket, diákotthonokat, és megismerhetik azokat a lehetőségeket, amelyek valójában a középiskolásokat várják majd az elkövetkezendő időszakban. Ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség, hogy minden egy helyen van, hogy szinte a teljes középiskolai hálózatot tudják a diákok a mai napon látni, megismerni, hogy egy-egy intézmény milyen szakot, milyen 4 éves, milyen 3 éves szakot kínál, nyújt a diákoknak, illetve hogy a diákotthonok valójában milyen lehetőségeket kínálnak abban az esetben, hogyha egy távolabbi középiskolát választanak maguknak, hogyha egy oktatási központba kerülnek, hogy mi minden várja ott őket. Nekünk természetesen az a célunk, és azt szeretnénk, ha a diákoknak a nagy része az itthoni továbbtanulás mellett döntene, és ebben a döntésben tudjuk, hogy kulcsfontosságú szerep hárul és jut a szülőknek, a szülőkre, a családra, a pedagógusokra, az anyaiskolában lévő pedagógusokra, osztályfőnökökre, de itt vagyunk mi is, a Vajdasági Magyar Politikum, a Magyar Nemzeti Tanács, az Oktatási Titkárság, az Oktatási Minisztérium, hogy segítsük a diákokat abban, hogy a legjobb döntést hozzák meg, hiszen nagyon fontos, hogy az elkövetkezendő időszakban azt tegyék majd, amit szeretnek. A Suli Expo jelentőségét az is bizonyítja, hogy a térség magyar nyelven is oktató intézményei szinte kivétel nélkül részt vettek a kiállításon. Késő, azt gondolom, a diákokat irányítani az érettségi után, középiskola után. Fontos, hogy már segítsük őket a pályaválasztásban, az általános iskolában. Ezt a trendet látjuk a környékünkön, a régióban is. Fontos, hogy lássák, hogy nagy megerőltetés nélkül, határon való órákon át tartó, várakozás nélkül, hosszú utazások nélkül kitűnő iskolákba tudnak iratkozni, akár gimnáziumba, akár technikum, akár szakmát tanulva elkezdhetik építeni a jövőjüket. És azt mondtam itt mindenkinek, hogy ha engem kérdezek, hogy mit kell, hogy válaszoljak, az nem biztos, hogy tudok rá válaszolni, mert egyébként egy jó szakmával a kezükben 3-4 év múlva már karriert, megélhetést tudnak biztosítani a szülőföldön. Gimnáziumot választva viszont fölkészülhetnek egy későbbi kiteljesedés, egy felsőfokú tanulmányok elvégzésére, akár a tudományos világra. Lesznek itt közöttük sportolók, akik abban találják meg magukat, vagy a művészi világ jeles képviselői. Legjobban magukat kell, hogy megismerjék is a lehetőséget, és ennek tükrében szülőkkel, tanárokkal konzultálva tudnak majd dönteni és karriert építeni itt a szülőföldön. A hiánypótló rendezvényt a Magyar Nemzeti Tanács az Edu Expo mintájára alkotta meg, jövőre pedig valószínűleg ismét lesz Edu Expo és Suli Expo is. Így ismét várják majd a soron következő leendő középiskolásokat és egyetemistákat, vagy főiskolásokat.